Új irodát nyitott március 27-én Fejér Gyarmaton a Széchenyi Programiroda tanácsadói szolgáltató. A KFT 2013. március-áprilisban 10 új irodát nyit egy Európai Uniós projekt keretében. A terjeszkedés célja, hogy a pályázati partnerek minél több ponton érhessék el a támogatást az új Széchenyi terv pályázatainak megvalósítási szakaszában. Az irodák továbbra is térítésmentesen nyújtanak szakmai segítséget a pályázati folyamat kritikus mozzanataiban. A program keretében létrehozott Széchenyi Programiroda tanácsadói hálózat már az egész ország területén minden megyében elérhető. A megnyíló irodával együtt 25 kirendeltségen 161 tanácsadó várja az ügyfelek kérdéseit. A Széchenyi Programirodáról részletesen Schulz Gábor, a Széchenyi Program ügyvezetője nyilatkozott. Ugye mai nappal nyitottuk meg a Széchenyi Programiroda második Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei irodáját itt Fehérgyarmaton. Munkatársaink feladata az lesz, hogy a térség önkormányzatait, civil szervezeteit és gazdasági szereplőit tájékoztassák az Európai Uniós fejlesztési lehetőségekről, azok forrás oldaláról nyilvánvalóan. A Széchenyi Programiroda országosan 160 tanácsadóval rendelkezik. 23 irodánk volt eddig, múlt héten nyitottunk egy irodát Püspökladányban, és most a Fehérgyarmati a következő új irodánk. Ugye alapvető feladatunk az Európai Uniós pályázati lehetőségekről való tájékoztatás. Mi pályázatot nem írhatunk, ugyanakkor a hozzánk betévedő vállalkozók, önkormányzatok vagy civil szerveződések információt kaphatnak azokról a forrás lehetőségekről, melyeket még az Európai Unió ebben a ciklusban rendelkezésre bocsát. Ugye a iroda megnyitás itt Fehérgyarmaton szimbolikus, tehát nem csak a város, hanem az egész térség, a szatmári és a beregi térség pályázóit várják kollégáim keddi és csütörtöki napokon, illetve telefonszámon elérhetőek, és nagyon szívesen el is mennek terepre, azaz felkeresik a potenciális pályázókat a térségből. A megnyitón részt vett dr. Tilki Attila, Fehérgyarmat város polgármestere is, aki a térség Európai Uniós pályázatairól is beszélt. Sokan elfelejtjük, hogy mi történt a közelmúltban. A Széchenyi Programiroda Fehérgyarmati átadója alkalmával beszéltem arról, hogy a Fehérgyarmati Vásárosnaményi, a Mátészalkai Csengeri kistérség mennyi pénzt és pályázatot kapott összesen az utóbbi két évben 92 milliárd forintról volt szó. A 92 milliárd az 470 pályázatot takart különböző területeken, tehát a Keopos, a közlekedési és környezetvédelemmel kapcsolatos alprogramban, a vállalkozás fejlesztő segítő alprogramban, valamint az úgynevezett támopos humán erőforrással kapcsolatos programokban is jelentős támogatást kapott az egész térség, itt Szatmárról és Beregről beszélek. Ha csak Fehérgyarmatot nézzük, mi is jól állunk, hiszen ebben a keretben kaptuk meg a forgalomtechnikai beruházásokat, ami ugye a három körforgalmat jelentette, vagy ebben a keretben épül meg, vélhetően be fog fejeződni az idén a kerékpárút építése Kisar és Fehérgyarmat között, vagy a támópos pályázatról, ha beszélünk, a gyermekesély pályázat, ami a Fehérgyarmati kistérség 600 millió forintot nyert, de az iskolásokról beszélünk, a Deák Ferenc gimnázium az öveges programmal egy közel 400 millió forintos támogatást nyert. Van még teendőnk, és az iroda pontosan ezt a célt szolgálja, hiszen ösztönözni kell a vállalkozókat, ösztönözni kell a pályázókat, hiszen minden létező forrást, amit az Unió ad számunkra, azt le kell hívni, mert ezzel természetesen a térség gazdagodik. A vállalkozói fronton vagyunk gyengébbek. Nyilván a lakosság arányosan és a település nagyságából adódó a Mátészalka viszi el a prímet. Itt akár Vásárosnaménynak, Fehérgyarmatnak van még javulnia. Ez az iroda a munkatársakkal együtt, akik ugye házhoz mennek a elkészítendő pályázatokkal kapcsolatban, kiváló lehetőséget ad. Az külön öröm számomra, hogy Nyíregyháza után a második iroda a megyében, az Fehérgyarmaton nyílt meg. Ez azért valamilyen szinten akár a munkánk elismerésének is tekinthető.